Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Városrészek titkai című műsorunkkal hazaérkeztünk egy adásra. Na persze, ez a Fehérvár Televízió stúdióját jelenti, mert hogy a belvárosi részeket a belváros különböző helyein vettük fel. Több időt tölthettünk a Városháza udvarán, illetve a Hémerházban is jártunk a műsorral. Most itt vagyunk újra a szokásos díszletben, és itt vannak vendégeink is. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Váci Márkot, a műsor állandó szakértőjét, történészt, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársát. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket. És gyakorlatilag 9. alkalommal van itt velünk Igari Antal is, műemlékvédelmi szakmérnök és a Fejér megyei főépítész, akit szintén nagy-nagy szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen. Én is köszöntelek benneteket is, és hát természetesen a nézőket egyaránt. Lassan-lassan, hihetetlen módon majd, hogy nem végigérünk a belváros bemutatásán, bár tőletek tudom, hogy ennek vége soha nem lesz, úgyhogy tematikában majd visszatérünk. Volt alkalmam az elmúlt időszakban belenézni az előző műsorokba, és kívülről nézve, megmondom őszintén, még nagyobb élmény volt titeket hallgatni, úgyhogy csak hálás tudok lenni mindazért, amit megosztottatok velünk és a nézőkkel. Nem tudom, hogy ti mennyire tudjátok visszanézni, és utólag hogy értékelitek ezeket a műsorokat? Bizonyos szempontból könnyebb volt, legalábbis ahhoz képest, mikor nyár közepén kinnültünk a tűzőnapon, és hát akkor most viszonylag kényelmesebb és egy kicsit lazább körülmények között, nyilván nem azt mondom, hogy érdekesebb, természetesen akkor ott az ember kényelmesebb, és hogy úgy mondjam, a részletekre jobban oda tud figyelni, és akkor, jaj Istenem, na ez hiányzott, még ezt kellene elmondani. Hát igyekszünk esetleg mindig a következőbe belecsempészni valamit. Hát. Lesz még izgalmas helyszínünk, de ez legyen meglepetés, hogy egyelőre nem áruljuk el, izgalmas helyszín és izgalmas beszélgetés, de szerintem a mai is az lesz, hiszen még nagyon sok olyan szobor van például, amiről nem beszéltünk a belváros tekintetében, talán kezdjük is bele. Elsőként, amiről most beszélünk a műsorban, az a Petőfi utcában található kút, amiből ugye víz jelenleg nem nagyon jön, én legalábbis nem láttam, de kút. Igen, megbeszéltük, hogy mivel Tódival ketten németesek vagyunk, majd mi elmondjuk a nevét. Maulbercs kútról van szó, Franz Anton Maulbercs festő, művész emlékére készült ez az alkotás, aki a szemináriumi templom rokokó freskóinak volt az alkotója, többek között annak a híres Golgota jelenetnek is, ami ugye számos kiadványban visszaköszön, akár képeslapon, ugye megfeszített Krisztust ábrázolja. 1934-ben készült egyébként ez a kőből, illetve kovácsolt vasból összeállított alkotás, Erdei Dezső munkája. Erdei Dezsőnek a neve a Varkocs szobor kapcsán egyébként elhangzott már ugye itt a belvárosi adásokban. A magának a kútnak az az érdekessége, hogy egyrészt ugye egy emlékmű gyakorlatilag, másrészt ennek a helyén eredetileg is egy kút állt. Illetve, bocsánat, mindig felcserélem a sorrendet ilyenkor, ugye mindig az időben előbbit illik korábban említeni. Tehát korábban itt egy itató kút állt, ahol lovakat itattak, és aztán ennek a helyére került ez a díszkút valójában. Amihez egyébként, és ez még korabeli kiadványokban, 30-as évekből származó képeslapokon is látszik, hogy volt valamikor egy vörös réz fedele, illetve volt egy felvonó csiga is, ami hozzá tartozott, tehát ezt a kút jelleget még inkább kihangsúlyozta. Ma már ugye ez a fedett kőlap borítja igazából, és így láthatjuk most már évtizedek óta. Én 50-es évek végéről származó kiadványban láttam róla fotót, ott például már ez a fedett kőlap jelenik meg. Igen, van egy kisebb változás ugye az eredeti állapotához képest, de ez egy, mondhatni, hogy a fehérvári szobrok vagy emlékművek közül egy elég különleges szerepet tölt be, vagy helye van, ugyanis ez azon kevés szobrok egyike, vagy emlékművek egyike, amelyikhez érdemben nem nyúltak hozzá, nem helyezték át,
nem fokozták le, nem egészítgették, rakosgatták ide, oda, amoda, mint ahogy majd látni fogjuk. Azért érdekes ez a mai műsor, mert most önmagában történelmet mesélünk, hát lesz majd olyan, aminél azt tudom mondani, hogy 7-8 fázisa is volt az adott emlékműnek. Ennek ez, hogy most lefették, vagy nem fették le a nyílását, hát ez ami nyilván egy idő után már, mint közkút nem működött, hát, sőt már 34-ben sem közkútként működött, hanem ez tipikusan egy emlékműként lett, Maul Bercsre emlékezve. Ennyi. Talán ezért is van, hogy az ember úgy érzi, mikor arra jár, hogy ez tulajdonképpen máshol nem is lehetne. Igen, az az érdekessége, én azért viszonylag ritkán, de azért közlekedem arra, főleg, hogyha postára kell mennem nagy ritkán, vagy mondjuk a megyeháza irányába, és szerintem az emberek többsége úgy elsétál mellett, hogy szinte észre sem veszi. Tehát annyira átalakult a környezete, megnőttek a fák, kitelepült a vendéglő, és a többi, hogy tényleg, ahogy Tóni is említette, gyakorlatilag egy centivel nem mozdították arrébb, viszont annyi változás ért az idők során, hogy ma már szinte észrevehetetlen. Igen, most és akkor ennyit, tényleg talán három mondatot hozzá, hogy tényleg még gyerekkoromból ismert rész, hogy azt teljesen körbe lehetett venni. Érdekes volt, hogy olyan járda vette körül ezt a érdekes ilyen háromszög alakú kis körbevett, szegéllyel kiemelt kis szigetet, hogy ilyen mezőkben ilyen apró kis kövek, de ilyen négyzet alakú kövekből volt kirakva, kis lapocskákból, és körbe lehetett menni, és úgy volt a virágágyás. Most már igazából nem lehet mellette végig menni, sőt, hát előtte nem lehet keresztbe menni, ami közlekedésileg nehezebbé teszi az egészet, ezért nem veszik észre, és hát természetesen a kitelepülő vendéglőnek a napernyői, hát azok meg teljesen beterítik, ha szabad ilyet fogalmazni egyik irányból. Úgyhogy nyilván ez is közrejátszik, hogy föl is emelték még, ugye, hogy ne kelljen lépni a vendéglőbe, ezért gyakorlatilag ez a sziget összenőtt a járda résszel, tehát ami az étterem előtt van. Én egy kicsit sajnálom ebből az oldalról, hát nyilván az nem baj, hogy mellé kitelepülnek, csak hát a maradékon meg hát az autók oda-vissza osztoznak, ugye, hát ugye a belvárosi közlekedésnek azért megvan a maga nehézsége, és hát történetesen egyik irányból rengeteg autó megy, ugye, és nem is tud a posta előtt elmenni, ezért a megyeház elé csak úgy tud menni valaki, hogy itt megy el, másik irányból meg oda-vissza járják azt az egynyomsávos részt. Na, szóval ez, ami kicsit láthatatlanná teszi. Minden esetre most fel tudtuk hívni a figyelmet egy kicsit a Petőfi utcában található Maul Bercs kútra, kimondtam, büszke vagyok magamra. Menjünk tovább, hiszen azt hiszem, hogy a következő emlékműnél egy picit hosszabb időre is érdemes megállni, hiszen Prohászka Ottokár emlékművéről van szó, és hogyha emlékmű, akkor nyilván magáról, Prohászka Ottokáról is érdemes beszélni egy kicsit, hiszen nagyon jelentős személyiség volt Székesfehérvár életében. Prohászka Ottokár 1905. decemberében lett Székesfehérvár megyés püspöke, és aztán 1906-ban érkezett meg a városba. Érdekes egy antréval, úgyhogy... Rendkívül érdekes körülmények között, igen. Azt gondoltam, hogy erről az anekdotáról mindenképpen érdemes megemlékezni, illetve erről a történetről. Ugyanis az történt, hogy kivonult elé ugye a nagyvárosi küldöttség nyilván, hogy ugye fogadja a vasúton érkező püspököt, ugye hát a kornak a legkorszerűbb közlekedési eszköze, meg hát nyilván a magyar adottságokhoz viszonyítva ugye a repülő az amúgy sem nagyon jött volna szóba. Minden esetre megérkezett vasúton, és ugye várta a nagy fényes küldöttség, hogy majd akkor vezényszónok, köszöntő, és a többi, fényes fogadtatás. És hát az történt, hogy Prohászka Ottokár megyés püspök pedig megérkezett a püspöki palotába, anélkül, hogy ebből a küldöttségből bárkivel találkozott volna. És hát aztán nyilván később megtörtént az ünnepélyes fogadtatás is. Rendkívül puritán ember volt alapvetően. Ezt én is, aki most éppen egy Prohászka tanulmányon dolgozom, tapasztalom, de Mózesi Gergely, a levéltár igazgatója szintén,
hogy Prohászka nem ragaszkodott például tárgyakhoz. Úgyhogy a személyes levelezésének a nagy részét is jegyzetelésre, ajtókitámasztónak és mindenféle egyebeknek használta fel. Hát az utókor nagy bánatára, sokak nagy örömére, mert akkor ezeket nem kellett ugye nyilvántartásba venni, és a többi. És aztán nagyon jó támogatóra talált az 1906-ban kinevezett Széchenyi Viktor főispánban, akivel együtt Székesfehérvár és Fehérvár megye modernizációját, hát a Havranek József által megkezdett és letett alapokon ők folytatták igazából tovább. Az iparkiállítással ugye már rögtön 1906-ban letették a névjegyüket. A következő ugye 27-ben volt, Prohászka püspök ezt már nem érhette meg, hiszen a nagybőjti prédikációja kellős közepén szélütést kapott, és másnap elhunyt a kórházban. Széchenyi Viktor nyitotta meg, de természetesen a kiállításnak az emlékalbumában megemlékeztek Prohászka Otokár megyés püspökről. Az is egy nagyon fontos dolog, én azt gondolom, hogy a Lausmann Gyula féle Székesfehérvár története című gyűjteményes munkában Prohászka Otokár megyés püspök írta például az előszót, mint olyat, egy háborús helyzetben ráadásul, tehát nem akármilyen körülmények között, és hát bizony azért a 10-es évek vége őt is nagyon érzékenyen érintette. 1848-ban jártak ezt megelőzően a püspöki palotában katonák, idegen emberek, nem odavalók, és aztán 1919-ben, amikor a tanács hatalom beköszöntött többek között Székesfehérváron is, akkor bizony újra dörömböltek. Ekkor már a vörös katonák a püspöki palotának a kapuján, aminek következtében Prohászka Otokárnak azt a meglehetősen szerény életvitelét még inkább vissza kellett fognia, és hát gyakorlatilag kvázi vendégként volt ő jelen a saját palotájában, mert hát mégis egy palotáról beszélünk. És aztán ugye meg kell említeni mindenképpen azt, hogy nagyon fontos építkezések kötődnek az ő nevéhez. Az ő elmélyült Jézus szíve tisztelete volt az, ami például előmozdította a vízivárosi Jézus szíve templomnak a felépítését. Ugye 1911-ben történt meg ez, de rendkívül sok templom felépítésének volt ő egyébként a kezdeményezője, rendkívül értékes embereket nyert meg az egyházmegye számára, és egyáltalán a fehérvári kultúra és közélet számára, és természetesen támogatta az újító szellemű embereket. Nyilván némileg konzervatív szemlélettel, de az ő keresztény-szociális beállítottsága az nagyon fontos volt a családpasztoráció szempontjából, amikor ő azt mondta, hogy a családokat elsősorban az asszonyokon keresztül kell újra megnyerni a katolikus egyház számára, és az asszonyokon keresztül lehet a férfiakat például az egyház kebelére visszahívni, és újra aktív emberekké tenni, tehát nagyon fontos volt a számára az is, hogy az egyház közéleti szerepet vállaljon, társadalmi szerepet vállaljon, részt vegyen különböző társadalmi akciókban, támogassa a művészeteket, támogassa a honipart, és még lehetne sorolni számos érdemét Prohászka Otokárnak. És nyilván vannak, akik pedig sorolnák a különböző negatívumokat, ugye ez az általában felmerülő kérdés, ugye az antiszemitizmusa, amely ugye milyen mértékben, hogyan járult hozzá a holokauszthoz, és a többi, és a többi. Én ezt nem nagyon feszegetném, két évszámot emelnék ki. Ugye 1944, amikor tulajdonképpen az első deportálások megtörténnek, 1927 Prohászka Otokár halála. Igen. És akkor, ha szabadna Fehérvárhoz visszatérni, és egy picit most kilépve, mert megemlítette Márk is a Jézus szíve templomot, csak azért egy pillanatra, hogy építészként, hogy ez egy korai vasbeton építészetnek az egyik példája, nagyon szép példája, és az a különlegessége, hogy olyan kupolát készítettek vasbetonból, amire külön nem kellett tetőt készíteni, mert a vasbeton szerkezet maga a tető, tehát vízszigetelésként is jól működött a kupola, tulajdonképpen napjainkig, pedig most már ugye 110 éves idén a templom maga. És akkor hát szabadna valóban az emlékműre rátérni, ugye jól ismert név, legalábbis Fehérváron,
Ómann Béla, ugye, akinek jó néhány köztéri alkotása és épületen belüli meghatározó alkotása van. Őre azért igencsak jellemző az, ahogy én szoktam mondani, de hát máskor is, hogy ilyen egy tömbből faragott, de oly módon viszonylag kicsit, és az alakok is ilyen egy tömbként megjelenőek. Hát ugye ez a hatalmas ott a bástya, vagy tehát a monostor bástya végénél, vagy a várfal, mondhatni, hogy egykori maradványánál feltornyosuló építmény. Ennek a tetején ugye elhelyezve, ahogy gyermekém szoktam mondani, a balkezes angyal, az szintén ez a tömeges megjelenés, tehát szinte ebből a kő pillérből egy kissé kibomlik az angyalnak a figurája kezében a kereszttel, és hát egy reliefként jelenik meg Prohászka portréja az emlékművön. Elhangzott ugye a szobrász neve, de ez mondhatni, hogy legalább annyira egy építész feladat is volt. Weihinger Károly volt az építésze, és akkor egy fehérvári kapcsolat és egy kicsit közvetett személyes kapcsolatot hadd említsek meg. A kivitelezője egy fehérvári építőmester, Tóth Pál István volt, akiről annyit érdemes esetleg tudni, hogy az ő lányát Tóth Évának hívják, de sokan úgy ismerik, hogy dr. Andó Péterné. Egykori hivatalbéli elődöm, és mondhatni, hogy többszörösen együtt dolgoztunk kamarában, és a többi. Éva most is, bár nyilván már a régebb óta fiatal nemzedékhez tartozik, de mégis mondhatni, hogy az építészeknek, hát anyja, ha szabad ilyet mondani, a fehérvári építészeknek, és ilyen módon azt hiszem érdemes volt ő róla is így kicsit közvetve megemlékezni, édesapja révén. Te tulajdonképpen az emlékmű, a Prohászka ligeti emlékmű miatt beszélgettünk Prohászka Ottokáról, de azért szerintem emlékezetét itt érdemes röviden elmondani, ugye a temetés, illetve az ő nevét viselő templomról is, ugye pár szót. Igen, hát ugye eredetileg a hosszú temetőben helyezték őt nyugalomra, az ottani kápolna sírboltjában, és aztán amikor elkészült ugye a vasútvidéki jópásztor plébánia templom, amit ugye Prohászka Ottokár emléktemplom néven is ismerünk, akkor helyezték el itt az ő földi maradványait Orbán Antalnak a síremlékével összefüggésben, és hát ugye azért, ha már Tóni említette itt a vasbetonkupolát és egyáltalán a templom építészetet, azért a Prohászka templomnak a megjelenése sem akármi Székesfehérváron. Ugye mindkettő egy nagyon fontos építészhez, Fábián Gáspárhoz köthető, bár hogy a vasútvidék kapcsán annak idején is beszéltünk már róla, ugye a Prohászka templom az már inkább Molnár Tibor alkotásai közé sorolható, de még Fábián Gáspár jegyezte ugye az eredeti terveket. Minden esetre a molnári hatás azért elég jól érvényesül rajta. És hogy még egy nagyon picit azért visszakanyarodjunk az emlékműhöz, Prohászka Ottokárnak a szellemiségét is abszolút jellemzi. Ugye az amíg élek, remélek volt az ő püspöki jelmondata. Viszont magán az emlékművön egy másik idézet szerepel. Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarnék, mint hogy égjen. Lukács evangéliumából származik ez a Jézusi idézet, egyébként abszolút jellemző Prohászka Ottokárra. És ugye az emlékműnek a kapuján is, ami ugye a püspöki palotának a kertjét a várkörút irányából, illetve a park irányából lezárja, Prohászka Ottokár, illetve az utódának, Svoly Lajos püspöknek a címere jelenik meg, hiszen Svoly Lajos volt az, aki 1927-től 1968-ig állt a Székesfehérvári egyházmegye élén. Maradunk a Prohászka ligetben, de történelemben vissza megyünk egészen a középkorig, amikor Szent László királyra emlékezünk, mert hogy ott található az ő igen meghatározó mellszobra. Igen, egy kicsit érdekesen került ez ide. Svalm László festőművésznek egyébként az alkotása, illetve az ő tervei alapján készült el. Nyilván az öntést már nem ő végezte. Ő neki más fehérvári kapcsolata is van alkotásba. Ez a
A feszületesség? A Borimester című. Igen, szobor, meg aztán azon kívül között. Még a... Na és segítsetek már a... Majd beugrott. A Corpus Hungaricum és az ő munkája. Az egy korábbi elkészült, majd adományozott munka, ez pedig már akkor, amikor Fehérvárral kapcsolatba került, és akkor készült el. Egy kicsit talán ezért is viszonylag furcsa, hogy egy nagyméretű mellszobor, egy kicsit talán már súlyos is, de ugyanakkor el kell mondani, hogy a várfal előtt, ami hát ott azon a szakaszon legalább 80 méteres, a magassága hát olyan 7 méter körüli. Hát nyilván ilyen háttér elé nem lehetett egy másfélszeres életnagyságút, hanem annál azért tekintélyesebb kellett, és ugyanígy ehhez kapcsolódott az a posztamens, amit itt érdemes megemlíteni, első építészfőnököm Zalka István, aki több szobor elhelyezésnél, képzőművészeti alkotás elhelyezésénél működött közre, szintén ő vett részt, de ugyanúgy az egykori, ha már Prohászkánál vagyunk, a Prohászka szobor posztamensét is ő tervezte, ugye a Prohászka templom mellé. És hogyha szabadna egy nagyon pöttyet visszatérni az előzőhöz, ugye az elmúlt évben sikerült befejezni a látogatóközpontot, ami az Egyházmegyei Látogatóközpont ilyen módon kapcsolat a várfallal, a várfal takarásában, illetve részben megtámasztásával a püspökkerttel, illetve a püspöki palotával, és hát egy viszonylag, hogy mondjam, először kezdetben sokaknak talán furcsa megjelenésű építménnyel, de utána ennek az emlékműnek a kő anyaga, ez a tömbösített és nagyon rusztikusan megmunkált kő kváderek jelennek meg az épületen, ehhez párosulva viszonylag nagyobb, egy nagyobb üvegfelülettel, és még egy tégla architektúrával kiegészülve a bütű részén. Én úgy gondolom, hogy itt a várfalnak egy ilyen metszetében, tehát ahol azt mondjuk, hogy nyilván folytatódott a várfal, de hát már tovább nincs, mégis egy nagyon jó lezárást adott, olyannyira, hogy a tervezője idén megkapta a várostól a Schmidl-díjat is. És még mindig maradunk a Prohászka ligetben, pedig nem is olyan nagy az a liget, de Vattai Ferenc szobra is itt kapott helyet. Először talán beszéljünk magáról a szobor ábrázoló szeméről. Igen, tehát azért van itt három szobor, három emlékmű, bárminek nevezhetjük, de mindegyik azért szorosan kapcsolódik ide. Hiszen ugye a Prohászka emlékmű, hát ugye a püspöki palotának a kertje. Gyakorlatilag a kert végében áll, hogyha lehet ilyen nagyon profánul fogalmazni, de egy forgalmas út mellett, ugye a Várkörút azért az már akkor is egy forgalmas útnak számított. Aztán ugye a Szent László szobor, hát nyilván a királyi koronázó bazilika szomszédságában, ráadásul szintén egy hangsúlyos helyen, egy daliás termetű lovag királynak állít emléket, persze, hogy nagy. Amellett, hogy ugye érvényesülnie kell nyilván a térben, és hát Vatai Ferencnek az alakja is abszolút kötődik ide, hiszen az itt egykor állt Monostor bástyánál ejtették 5 foglyul igazából 1602-ben, amikor is ugye a vár alkapitányaként, vicekapitányaként védte Székesfehérvár erődítését. Ugye 1601-ben sikerült visszafoglalni a keresztény csapatoknak a töröktől Székesfehérvárt, egy nagyon rövid időre, tehát nem volt egy év. Gyakorlatilag ebben a körülbelül egy évben viszont nagyon sok minden történt. Tehát a budai kapunak a megújítása például, annak a budai kapunak, amit ugye Varkocs György előtt bezártak 1543-ban, tehát azért az is egy nagyon fontos helyszín. És hát ugye a várvédműrendszerének az átalakítása, megerősítése, tehát azért a Monostor bástya is egy elég szimbolikus helyszín ebből a szempontból. És ugye Vatai Ferenc az, aki viszonylag rövid ideig tartózkodik Székesfehérváron, egyébként Varkos György szintén, mégis ők azok, akik a leginkább hangsúlyos személyek lesznek
különösen ebben az időszakban. És ugye aztán Vatait Konstantinápolyban vetik rabságba, egyébként korábban többször megszökik, és aztán végül úgy határoznak, hogy jó, akkor maradjunk végül is Isztambulnál, és akkor irány a hét torony. Természetesen mondhatnánk ezt így idézőjelben, és ugye itt írja meg az énekes könyvét, amiben külön fejezetet szentel a Székesfehérvár veszéséről való história című opusznak, és hát ebben bemutatja Székesfehérvárnak az 1602-es ostromát, a saját fogságba esését, megírja gyakorlatilag a saját síralmas énekeit, hogyha lehet ezt így mondani, és a saját festményeivel, illetve rajzaival látja el. Tehát ez egy rendkívül értékes alkotás, nem csak azért, mert kézzel írott, de Fehérvár történetének egy nagyon fontos mozzanata jelenik meg benne. Maga a szobor egyébként Lux Elek alkotása, 1937-ben készült el, Krausz Ferenc budapesti bronzöntő műhelyében, és aztán 1938-ban a nagy májusi szoboravatások kapcsán történt meg az ünnepélyes avatása, tehát egészen addig tolódott ugye hivatalos avatásnak az időpontja. Amint említettem, ugye nem véletlen az, hogy a romkertnek a szomszédságában állították fel ezt a szobrot, illetve egy érdekessége, hogy, illetve kettő érdekessége is van, az egyik az az, hogy ez volt az első olyan szobor Fehérváron, meg lehet, hogy a magyar történelemben is, ebből most nem vagyok annyira kompetens és annyira biztos, amelynek a felállításához úgynevezett kulisszát használtak, tehát egy méretarányos papírmasé másolatot készítettek, és ugye ezt kerekeken gurítva tologatták helyről helyre, és ugye mérték, hogy akkor bár megvolt a helyszín, hogy nagyjából akkor itt lesz, de hogy mégis a parkon belül hova helyezzék el, ez egy nagyon fontos szempont volt, és aztán itt, ezen a mostani helyen sikerült végül is megtalálni. A másik érdekessége az az, hogy ugye, ha megnézzük a talapzatnak a feliratát, akkor ott a vattai változat látható két T-vel, és ugye a végén Y-nal H nélkül. Ugye történt közben 1988-ban, ugye a 38-as évfordulóhoz kapcsolódóan, illetve aztán 2011-12-ben is egy restaurálás, de végül is úgy döntött a városvezetés, hogy maradjon meg ez az eredeti névfelírás, hiszen mégiscsak ez kapcsolódik magához az emlékműhöz. És Bódás János, aki 1939 és 1974 között volt Székesfehérvár református lelkésze, egyébként költő ember, többek között a Vörösmarty Társaságnak is jeles tagja, alkotta a következő verset, ami szintén a talapzatra felvésve megtalálható. Hős Vattai Ferenc, hű várkapitány, nem tör meg az arany, kard, sem a pribék hatalom. Bronz alakot hirdesse a messze jövőnek, sem erő, sem idő, se pogánygyűlölet, nem foghat ki az erős derék magyaron. Köszönjük szépen. Szeretnél még hozzáfűzni? Hát, ha szabadna, két. Az egyik egy nagyon rövid. Engem is érnek meglepetések itt adás közben. Én most hallottam ezt a kulissza tologatást Vattaival kapcsolatban. Írásos emlék van a másik két, tehát a két lovas szoborról, arról tudtam, tehát a Szent István szoborról, illetve a Pácai féle lovas szoborról is, de akkor nyilván ez egy újabb adalék, egy. Kettő, amit meg építészetileg szeretnék hozzáfűzni. Érdekes módon Fehérváron nagyon sok olyan több olyan szobor van, ami nem a szokványos, ilyen térközepére beállított szobor. Mint akár itt helyben, hát a Szent László szobor az a tér közepén, ugye egy ilyen szinte centrálisan főtengelyben, és nem, hanem valahol egy épület, vagy építmény legyen az a várfal, vagy egy a városháza, vagy a barátok temploma, és még sorolhatnék néhányat, hogy az épület mellé valahogy egy kicsit az épület síkokkal elvágólag kijelölünk egy helyet, oda letesszük a szobrot, és
akkor ez a szobor, mint egy kis mikroteresedés. Jaj, bocsánat, hát a leginkább annak emlegetett ilyen, hát a Kálmán-Csehi féle szobor, tehát az Anna kápolnánál ugyanez, és akkor néha ez még meg is van egy szinttel emelve, tehát járható szinttel, mindegyiknél szinte ugyanez. Itt is van, ugye itt lehet feljönni a vár a fal előtt egy kisebb, egy ilyen 6-7 lépcsőfokos részen, és ebben a kis gyújtópontban, vagy meccéspontban helyezi el, és a mester, vagy akár az építész, és tulajdonképpen ezzel létrehoz egy mikroterecskét, amivel tulajdonképpen önálló helyet biztosít, de fix helyet a szobornak, és ezt teszi valóban nagyját. Nagyon sokszor nem is annyira a szobor, amennyi ilyen kiemelkedő, most hogy mondjam, művészi kvalitásait tekintve, hanem legalább annyira az elhelyezés, és azt teszi teljessé. És szerintem igaz ez ebben az esetben is. Ha már említetted a Szent István lovas szobrot, akkor beszéljünk erről a talán legmonumentálisabb szoborra a városban? Hát az egyik, ha mondjuk a Csúcsoshegyi emlékműveket nézzük, akkor nem. Akkor egyértelműen nem. Én viszont azt gondolom, hogy az előzményét mindenképpen érdemes megemlíteni ennek a szobornak. Nem egy Szent István lovas szoborról van szó, sőt, még csak nem is egy lovas szoborról. De bár lovas embert ábrázol, és nem véletlenül nevezték el gyaloghuszárnak a fehérváriak. Ugyanis arról van szó, hogy a 10-es huszároknak az emlékműve állt itt 1925-től. December 10-e volt az időpont, amikor felavatták Kallós Edének az alkotását. Ez ugye a Limanovai csatának volt a 11. évfordulója, amiben ugye a 10-es huszárok megmutatták először a vitézi erényeiket, és ugye ennek emlékére készült maga az emlékmű is, körbevéve különböző emléktáblákkal, a hősöknek a neveivel, az ezred tulajdonos Mackensennek az emléktáblájával 1935-ben egészítették ki, amikor ő 86 éves korában ide látogatott Székesfehérvár, és megkoszorúzta az emlékművet, de tulajdonképpen ez volt az emlékmű megkoronázása, hogy az egykori ezred tulajdonos ellátogatott ide, és fejet hajtott ugye a hősök emléke előtt. Likadöme pázmándi földbirtokos adományából készült egyébként ez az emléktábla. Az ő neve azért fontos, mert a Vértes vitéznek a szobrát szintén ő kezdeményezte ennek az elkészítését. Ugye ez a Vértes vitéz szobor, ez a nemzeti áldozatkészség szobra, ez gyakorlatilag arról szólt, hogy az első világháborúban elhunyt, megsérült, maradandó sérülést szenvedett katonák családjainak a támogatására készült. Ugye kis szegeket lehetett vásárolni, jelképes összegért, amelyeket aztán be lehetett verni ebbe a fából készült szoborba. Hát Fehérváron nem volt ez egyedülálló, de Likadömének az érdeme, hogy ő kezdeményezte ugye elsőként. És ez is egy nagy esemény volt 1917-ben, amikor magát a Vértes vitéz szobrot felavatták. Tehát ezt követte 18 évvel később egy ilyen hasonló kezdeményezés, hogy az ezred tulajdonos Fehérvárra látogatásáról is megemlékezzenek. Minden esetre 1937-ben ezt a szobrot el kellett innen távolítani. Egyrészt, mert maguk a 10-es huszárok kezdeményezték azt, hogy legyen egy nagyobb emlékműve az ezrednek, egy monumentálisabb, ami lehetőleg már egy lovat is ábrázol. Ez nagyon fontos kikötés volt. Aztán majd erre a lovas szoborra visszatérünk mindjárt. Minden esetre akkor elkerült innen a huszárpótkeret laktanyának az udvarára. Hát sajnos a helyén ma már benzinkút található, megyei rendőrkapitányság szomszédságában. A 90-es években került a Szentlélek katonai temetőbe, és azóta is ott áll. És ugye 1938 az az idő, az az év, amikor a Szent István emlékév keretében nem a 10-es huszárok lovas szobra, hanem a Szent István lovas szobor kerül ide, Sidló Ferencnek a bronz alkotása, amelyet Szili István utódainak kőbányai műhelyében öntöttek egyébként, és hát azért került ide, mert ugye eredetileg itt a lovas szobor állt volna, viszont sokkal alkalmasabb volt a tér többek között, aztán majd itt a lovas szobornál, 10-es huszároknál visszatérünk arra, hogy mi egyéb oka volt még, hogy itt elhelyezzék ugye a megyeháza előtt egy olyan téren, amit aztán Szent István királyról nevezhetnek el, tehát azért nem akármilyen. Ugye fontos volt az, hogy egy nagy tér
kapcsolódjon hozzá mindenképpen. Látogatható legyen, parkosított helyszínen legyen, megtalálható, és a többi, és a többi. Lehetne még sorolni egyébként hosszan, hogy mi minden egyéb oka volt. És hát nyilván 1938. augusztus 18-án nagyon fontos esemény volt ennek az emlékműnek a felavatása. És hogy idáig eljussunk, azért még volt néhány esemény, ugyanis gyakorlatilag Szent Istvánnak már a századforduló előtt is akartak szobrot állítani, többször neki buzdultak, elindul, aztán valahogy mindig abba maradt a kezdeményezés. Hát elérkezett az a 30-as éveknek az az időszak, a Csitári és Hóman Bálinttal fémjelzett időszak, amikor Szent István évforduló, nyilván nem kell magyarázni miért, eucharisztikus kongresszus, és a többi, és a többi, és Fehérvárnak egy hatalmas nagy előrelépése, és akkor végre úgy lett, hogy na, végre lehet akkor szobrot állítani, anyagi forrás, központi támogatás, minden összejött, és hát elkezdődött a munka, megbízták Sidló Ferencet, a kor már akkor igencsak ismert és neves szobrásza volt, és hát érdekes, hogy előbb a szobor maga az készült el, zsűrizték, és a többi, és akkor kész volt a szobornak hát mondjam azt a gipsz vagy agyag modellje, majd arról, hát már az újságok arról írtak, hogy már a vár fokán fog majd Szent István lova ágaskodni, és ilyen hát hangzatos szövegekkel megjelentek, és akkor hát hoppá, hát még az sincs meg, hogy hol a helye. És akkor keresték a helyét, és na, itt jött az, amit erről az előbb beszéltünk, hogy az operaház díszlet műhelyében elkészült a szobornak a makettje, és hát egy ilyen papírmaséból, de tökéletesen megformált figura, és azt kezdték a városba több helyen fölállítgatni. És hát a végén úgy döntöttek, hogy hoppá, épp megürült a tér, amit érdekes módon azért ürítettek meg, hogy a gyaloghuszár helyére oda kerülhessen a lovashuszár, ami szintén már munkában volt. Hát ekkor jött a nagy, és akkor most mi van, hát a 10-es huszárokkal mi lesz? Úgyhogy akkor egyezkedés indult el a szoborállító bizottság, hogy egyik és másik, és hát mivel a másik szoborállító bizottságnak se volt akárki, hogy úgy mondjam, a vezetője, az akkori Magyar Távirati Irodának, Magyar Rádiónak az elnöke, későbbi belügyminiszter, szóval azért ez úgy elég... A média Cézár. A média Cézár, igen. És aztán később 40-ben Kárpátalja kormánybiztosa lett. Itt már voltak kevésbé pozitív dolgok a neve kapcsán, de ő valamikor tisztje volt az ezrednek, és akkor megegyeztek, hogy természetesen, meg az egykori parancsnok bevonásával, hogy akkor helyet cserél majd a két szobor, és aztán így került a Szent István szobor ide. Érdekesség még az, hogy még azt is tudjuk, hogy mi szolgáltatott mintát a lóhoz. Az országos rendőrfőkapitány Dux nevű lovának a megformálásával került ide, és természetesen, hát ezt így leírták, hogy Szent István ugye szinte mongolos tekintettel, de a vasakarat akkor is van, és egy ilyen szuggesztív módon, ahogy néz a feszületre, és vasmarokkal fogja azt a feszületet, hogy hát igen, egy ilyen ember kellett ahhoz, hogy a kereszténységet, hát hogy úgy mondjam, bevezesse, vagy hát... Igen, és a magyarságot, a keresztény hitre térítse. És hát ennek nyomán került ide, és érdekességként, ugye, hogy amit már Márk említett, hogy augusztus 18-án az országgyűléssel egyidejűleg, illetve azt követően vonultak ide az ország és a város nagyjai, és avatták fel nyilván rendkívüli külsőségek között, katonai tiszteletadással, egyházi és világi résztvevőkkel. És hát nem tudom, ezt korábban talán említettem, hogy érdekessége az egésznek, hogy miért augusztus 18-án volt az ünnepség. Ugyanis korábban, hát augusztus 20 Szent István napja, meghozzák a döntést, hogy most már nem csak egyházi, hanem világi ünnep is. Ugye 18-án 3 pont, a 33. törvénycikk,
Szent István történelemben való szerepének a kiemelése, kettő az, hogy ezen alkalomból állami ünnepén nyilvánítják 20-át, és azonnali hatállyal, illetve a közlés hatállyal egyidejűleg hatályba lép a törvény, tehát gyakorlatilag már két nappal később ünnep lett. És mindezt azért 18-án és nem 20-án, mert Horthy Miklóst a Kieli flotta találkozóra meghívta Hitler, úgyhogy ő már akkor Németországban volt a flotta bemutatón és egy hadihajó avatásán, úgyhogy ilyen alapon lett 18-án Szent Istvánról szóló törvény, törvénybe iktatva. Ez az a pillanat, amikor csak úgy zárójelben halkan jegyzem meg, 10 percünk maradt a műsorból. Amiről fogunk beszélni a következőkben, az a Várfalkparkban található Püspökkút. Szerintem már nagyon sokszor volt szó róla. 1928-ban készült ugye eredetileg Bori Jenőnek ez a jellegzetes alkotása, ami ugye eredetileg azon a helyen volt megtalálható, ahova aztán később Ómann Bélának a fehérvári jog, vagy fehérváriasan ugye országalma emlékműve került. Innen aztán ugye átkerült 1937-ben az akkori vasútállomás elé, ott a terep az folyamatosan változott, most erre nem térünk ki, hogy kimélyítették, aztán megemelték, és a többi. Püspököket leszették róla, így van. És aztán ugye 1972-ben a kis piactéri üzletsornak az elbontása után került a kibontott és bemutatásra kerülő várfal elé, abba a parkba, amit egyébként ma is Várfalpark néven ismerünk. És egyetlen egy adalék azért mégiscsak ehhez kapcsolódóan, kettő. Egyrészt nem terveztek hivatalos átadó ünnepséget, mégis sikerült megszervezni azt, hogy a felállítást követő, ha jól emlékszem, harmadik napon a fehérvári fúvós zenekar egy nagy ünnepi térzenét tartott, a bazilikának a harangjai, mivel sikerült ugye egész órára időzíteni természetesen ezt a kis ünnepséget, idézőjelben spontán ünnepséget, a bazilika harangjai ünnepélyesen megkondultak, és ráadásul a díszkivilágítást is bekapcsolták, úgyhogy teljes pompájában sikerült végül is ezt a nem tervezett avatást megvalósítani. A másik pedig az, hogy Bori Jenőnek ezzel az alkotásával kapcsolatban egy sajtópolémia is kibontakozott, többek között, hogy miért ez a négy püspök. És 1930-ban, amikor a helyi sajtó megkérdezte, akkor ő úgy fogalmazott, hogy Szent Adalbert a térítő egyházat, Boldog Asztrik a támaszt nyújtó anyaszent egyházat, Szent Gellért a vértanú egyházat, Boldog Mór püspök pedig az oktató anyaszent egyházat jelképezi, tehát így kerültek ők erre az emlékműre. Mehetünk is tovább? Menjünk tovább, hiszen beszélnünk kell nekem az ország szíve, az országalmáról. Jó. Hát az országalmánál azért azt elmondhatjuk, hogy önmagában, mint szobrászati alkotás nem egy óriási nagy durranás, hogy legyünk őszinték. De szimbólum, méghozzá nem is akármilyen szimbólum, maga az országalma, maga a név, bár nem ez a hivatalos neve, hanem a fehérvári jog, amelynek a latin felirata magyarra fordítva azt jelenti, hogy Fehérvár szabadság jogait Szent István adományozta. És mindig erre hivatkoztak a középkorban, hogyha valaki valami kvázi szabadkirályi városi jogot óhajtott megszerezni, hogy na, a fehérvári jogot szeretnénk megkapni, és mindig ez volt a hivatkozási alap, és hát tulajdonképpen ez szimbolizálja. A Püspökkút elkerülése után szabaddá váró térre kívántak valami emlékművet tenni, amely végül 43-ban került a helyére. Ómann Béla munkája szintén, megint azt lehet mondani, hogy egy nagy tömbnek, egy ilyen tömbszerű megjelenése vízmedencével. Most összeszámoltam, hogy ezóta, tehát 43-tól 89-ig, azt hiszem, akkor lett talán megint teljes. Tehát 45 év alatt, azt mondja, volt egy olyan állapot, az eredeti. Utána 45-ben szépen a tetejébe, hogy ne látszódjon a kereszt, egy ilyen tölcsérszerű dolgot tűztek, és beledugtak három zászlót. Brit, amerikai és szovjet lobogó. A háttérben, városházán, nagy csata jelenet kifestve,
Cirill betűkkel felírva, hogy za Stalina, za Rodinu, urá és hasonló szövegek. Ugyanez egy kicsivel később, talán lekerülnek az amerikai és a brit lobogó, Fultoni beszéd, tehát Churchill elmondja, a vasfüggöny leereszkedett, tehát már csak a szovjet dolog, be van kockázva teljesen egy dobozba. A brandenburgi kapu, tehát nyilván a hidegháború legfőbb szimbóluma rákerül a doboz oldalára, a tetején egy nagy ötágú vörös csillag. Ez 40-es évek vége. Majd azt mondják, hogy lekerül a doboz, de ezért el kell tüntetni a gömböt, az ország almát, tehát ezért fogják, és hát idézőjelben félbevágják, tehát egy része az egy tányérként, egy szökőkütként működik, és gyakorlatilag mindez működött a 60-as évekig. Épp a képen látható. Erről Molnár Tibor többször ír, hogy kellett a vizet állandóan igazgatni, mert mindig más volt a nyomás. Majd aztán visszakerülhetett a gömb, de hát se kereszt, se korona nélkül. Majd aztán a 80-as években visszakerülhetett már a korona, majd végül a kereszt is, és hát az már egy apró adalék volt, hogy az évszámok miért visszakerülhettek. 1038, 1001, 1688 és 1938. Igen. Köszönöm szépen. Tehát az 1001-et meg az 1038-at én is mindig kérdezem. Igen, elnézést. És végül valamikor a 10 környékén, tehát 2010 környékén, amikor Kocsis Balázs legutoljára restaurálta, akkor került a megfelelő címerek alá az évszám, ami nyilván inkább csak formai volt. Ha jól emlékszem, ennyit sikerült összeszednem. Ennyi idő alatt 7 féle változata volt ennek. És azt hiszem, ez mindent elmond róla. És teljes történelmükben van, akárhogy is nézzük. Abszolút. Maradunk a Városház téren, nagyon sokat említettétek már a 10-es huszárok emlékművét. Képünk is van róla, úgyhogy mindenképpen egy pár gondolattal azért érjünk vissza rá. A másik olyan lovas szobor és a harmadik olyan szobor a városban, amihez kulisszát használtak. Az elhelyezéséhez ugye említettük, hogy eredetileg a Megyeház téren, Szent István téren szerették volna elhelyezni, a Kallós Ede féle emlékmű helyén Pácai Pálnak a bronz lovas szobrát azon a nagy posztamensen, amin ugye megtalálható, emlékezvén a Limanovai csata hőseire és felsorolva, hogy honnan, milyen vármegyékből származtak ugye a hősök, az ezrednek a katonái. Bilkei Ferenc felsővárosi plébános volt az, aki rögtön megvétózta ennek a szobornak az idehelyezését, mivel a nőnevelő intézet az itt a szomszédos épületben működött, és azt mondta, hogy már pedig ide mesztelen férfi alak nem kerülhet. Hát egy felsővárosi plébánosnak akkor azért még elég nagy szava volt, tanügyi felügyelő, és még sorolhatnánk. És aztán ment a húzavona folyamatosan, és a már említett Kozma Miklós, média Cézár volt az, aki azt mondta, hogy a 10-es huszárok egyik jeles alakja, aki ugye a harctéri naplóját is megírta, egyébként elég terjedelmes, és akkor már azért volt olyan magas pozícióban, hogy fenyegetőzhetett azzal, hogy jó, hát akkor somogyiak is harcoltak itt, elvisszük Kaposvárra. Azt mondták a fehérváriak, hogy hát nem olyan jó ez a szobor, de inkább maradjon akkor a városban. Nehogy Kaposvárnak és is. Akkor elhelyezték a Városház téren, és természetesen ide is készült egy Mackensen emléktábla, ami valahogy 45 után eltűnt egyébként a Városházának a faláról, és azóta is csak archív fotókon látható. Ez egy olyan történet, aminek én úgy gondolom, hogy még nincsen vége, tehát még lehet, hogy volt ez az egy olyan időszak, valahol majd látható lesz. Az IKV telephelyén megfordult, tehát van rá tanú, aki ott látta, hát egy ilyen kicsit mocsaras területen, hogy aztán valami alapba került-e, avagy ezt nem tudni sajnos. Maradt még, amiről beszélnünk kellene, de időnk nagyon kevés ehhez képest. Biztos vagyok benne, hogy a tematikus műsorokban vissza fogunk térni rájuk, de most azért mégis egy-egy mondattal említsük meg a II. Világháborús emlékműt, Mújkót természetesen, és a Szent Imre szombrot is. Tényleg nagyon kevés időnk maradt rá, de legalább valamennyit azért, hogy teljes legyen a belváros. Ha szabad a II. Világháborúról. Ugye mi történt? 45 után mindenhol emlékműveket állítottak a felszabadítónak. Itt
szintén Molnár Tibor kitalálta, hogy nehogy valami obeliszket állítsanak föl a város főterén, ezért az úgynevezett nyitott könyvet tették ide, ami kicsit visszafogottabb módon szocdem kommunista áldozatok neveit fölvésték rá. Majd elkövetkezett 95, hogy ugye nem csak szocdem és kommunista áldozatok voltak, hanem polgári áldozatok voltak, mindkét oldalon lévő katonák, a bombatámadásoknak az áldozatai, bocsánat, természetesen a deportáltak, ugyanúgy áldozatok. És ezért hát valami külön emlékmű kerüljön ide, és tervpályázatot írtak ki. És hát volt egy olyan ötlet, aki azt mondta, hogy ki kellene venni a ciszterci templom háborúban megsérült és lezuhant harangját, ami részben megolvadt. És hát először mindenféle, hogy nem kell, nem kell. És hát aki megnyerte a Lugosi Mária a szobrászati pályázatot, azt mondja, hogy nem kell. És hát ott voltam mellette, amikor emelték ki a templomból a harangot daruval, és akkor esett le az álló, hát ez egy gyönyörű mestermű, pláne így megolvadva, és pláne a háborúnak a borzalmát tudta kifejezni, ugyanis a harang elsiratja a halottakat. És ez már nem tudta elsiratni, mert megnémult a harang, tehát olyan nagy, hogy úgy mondjam, vész tört ide. És ezért, mikor az volt, hogy na jó, hát majd eltakarjuk kővel, készült a kő, akarták rárakni az emlékműre, akkor gyakorlatilag mondta, hogy nem, idáig tart, mert ez egy olyan látvány, hogy így lett a szobor teljessé. Nincs mit mondani róla többet, én azt gondolom. Mújkó, hát Kocsis Balázsnak az talán a legjobb alkotása az összes közül, ugye a városnak az első és idáig egyetlen levegőben lógó szobra, az a Mújkó, aki hát azért elég jellegzetes helyen található meg, ugye szokták mondani itt a fehérváriak, hogy hát itt bizony azért egyrészt a városiakat is inti, hogy figyeljetek oda magatokra, másrészt meg a város vezetőit is inti, hogy ti is figyeljetek oda, meg a városiak is odafigyelnek arra, hogy ti mit csináltok. Polgármester úr, külön szoktam mindig a városházi vezetéseknél, hogy ez neki szokott így integetni. Azzal, hogy figyeljél oda valamit. És a Szent Imre szoborra is maradt még fél percünk. Teljesen máshová készült ez eredetileg, ugye a Géza féle helyre. Eltűnt a háború után, mert megsérült. A feje meg volt a városházán, a test eltűnt. Mindenféle mende mondta, hogy erre-arra van. Gyakorlatilag 89-ben előkerült egy ásatás során, a püspökség udvarán lett elásva, részben azért, hogy a kommunisták kezére kerüljön. Ezek után elkezdődött, hogy hova kerüljön vissza. Végig jártuk a várost, nem tudom én hány helyre, lektorátussal, műemléki felügyelőséggel. És hát a vége az lett, hogy hát az eredeti helyre nem mehet, mert akkor ugye a nagypapát kellene kialkolbolítani. Tehát ezért több hely közül, ja, Szent Istvánnal szembe is, hogy legyen, de ott meg az volt, hogy nehogy az legyen, hogy apuka így feddi a kisfiát ott. Úgyhogy ezért a Szent Imréről elnevezett templom mellé egy hasonló módon, ahogy említettem, ez a kis külön teresedést létrehozva, és Székely János Jenő restaurálásában elkészült a posztamenst kapva, de az is az eredeti fotók alapján rekonstruált szobor, csak új helyen. És egy nagyon apró dolog még, mindenki, hogy hát jó a hely, nem jó a hely. Ezt követően, amikor felállították a szobrot, én a városi, hogy úgy mondjam, városházi tervtárban ráleltem egy rajzra. Mint kiderült, a korábbi városi főépítész Schmidli Ferenc rajza volt a 30-as évek elején, 31-32-ben. És oda egy ekkora méretű, ilyen helyre, pont arra a helyre elhelyezett szobrot ábrázol. Nagy valószínűsége egy Szent Ferenc szobor lett volna, mert csak itt távlatból, de egy utólag is, hogy úgy mondjam, vagy előre ő az utódoknak megmutatta a helyet, hogy ide kell rakni ezt a szobrot, és akkor, mikor a döntés miatt többen, hát, hogy jó a hely, akkor én körbeküldtem valamennyi a döntésben résztvevőnek, hogy meg lehet nyugodni, Schmidl Ferenc ezt már előtt megtalálta, itt kell lennie a szobornak. Nagyon sajnálom, hogy elszaladt az időnk, és nagyon szépen köszönöm most is, hogy elhoztátok ezt a rengeteg információt. Igari Antalnak és Váci Márknak természetesen köszönöm, mint ahogy a Fehérvár Televízió nézőinek is köszönöm, hogy velünk voltak. Városismereti műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!